Egy közös ügyért, az oktatás jövőjéért kapcsolódtak össze diákok és tanárok és szülők pénteken délután Miskolcon. A pedagógus tüntetések újabb állomásaként alkotott élőláncot a több száz fős tömeg a Herman és a Földes gimnázium között. A Szent István téren forradalmi hangvételű beszédek hangzottak el. Tanulók, tanárok, szülők és szakszervezeti vezetők egyaránt a pedagógus hiány, az alacsony bérezés, a fenyegetettség, a létbizonytalanság és a szakma megbecsültségének hiánya miatt szólaltak fel. Péntek délután, valamivel 4 óra előtt már gyülekeztek az emberek. Felkerült a kiállás közös szimbólumát jelképező matrica, és a molinók is készen álltak. Majd a tömeg megmozdult. A Herman Ottó gimnáziumtól és a Földestől szinte egy időben indult el a tömeg, ami egyszer csak szó szerint összeért, és létrejött az élő lánc. Az akcióhoz több százan csatlakoztak, köztük tanárok, diákok, szülők és szakszervezeti vezetők, majd vonultak át együtt a Szent István térre. Minket nem lehet elhallgattatni, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mi kint leszünk. Mi kint voltunk 56-ban, 88-ban, 89-ben, mi kint vagyunk most, és kint leszünk holnap is, és holnap után is. A diákok képviseletében Sziklai Réka és Jevicki Soma szólalt fel. A megmozdulással az országos tiltakozás hullám folytatódott Miskolcon. Pár évtizede minden érettségiző osztályból 5-6 ember pedagógus pályára jelentkezett. Manapság meg alig jelentkezik valaki. És közülük is az egyetemi évek alatt igen sokan eltűnnek a pályáról, mikor rájönnek, hogy nem ilyen lovat akartak. Szűcs Tamás, a PDS regionális ügyvivője helyett ezúttal a táblák beszéltek. Mint írta, szerette ezt a hivatást, szerette kevesebb pénzért is, amíg szabadon taníthatott. A beszédek közben többször is skandálásban tört ki a tömeg. Ma kétszer annyit kellene keresnünk, mint amennyit kapunk, ha nem verték volna át az egész pedagógus társadalmat. Van olyan szakma, mely ezt birkamód tűrné? Pirc Olivér szerint a pedagógusokat a kormány válaszút elé állította. A hivatást választják, vagy a családjuk megélhetését. Ez a kormány 12 éves nem törődömségének hatása. És a hiányzók munkáját is a megmaradóknak kell elvégezni. Ráadásul 10 éven belül a jelenlegi pedagógusok fele nyugdíjba megy, és akkor már ilyen oktatás sem lesz. Lehet már készülnek a legújabb generációs tankönyvek szülőknek. Hogyan tanítsd meg a fizikát, a kémiát te magad a saját gyerekednek? Ezúttal a szülők sem hallgattak. Képviseletükben Vajda Éva szólalt fel. Nem számít, van-e értelme? Nem számít, lesz-e eredménye, nem számít, hányan leszünk. Jönni kell. Most is, és legközelebb is, addig, amíg nem lesz változás. A megmozdulást a több szakszervezetet összefogó Borsod megyei Akciószövetség hívta életre. A pénteki demonstráció közös énekléssel ért véget. A Pál utcai fiúk musicaljének Mi vagyunk a Grund című dalát együtt adta elő a több száz fős tömeg. Az eseményről bővebb összeállítást a szerdai kilátóban láthatnak.